Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a Dream Jobs kávészünet szokás szerint csütörtökön 10 óra 15-kor. Én Bártfai Krisztián vagyok, és szokás szerint nem vagyok egyedül, hiszen ismét van egy izgalmas vendégem, főleg a heti hírek kapcsán, hogy a Váradi Csilla, a Netpincérnek a HR vezetője ül virtuálisan velem a kis kávészünetre, és hát van miről beszélnünk, és örülök, hogy itt vagy velünk. Én köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ugye lassan most már nem Netpincér, hanem Foodpanda leszünk szeptember 28-ától, úgyhogy ez lett a heti nagy bejelentés. De köszönöm szépen egyszer a meghívást. Igen, pont jól időzítettük ezt a kis kávészünetet gyakorlatilag, hogy tényleg ugye pár nap, vagy a héten bejelentettétek gyakorlatilag tényleg a névváltoztatás meg minden, szóval abszolút így a kis felírásom meg mindenünk, amivel készültem, az úgy át kell írni, meg mindent átírunk majd, de hát ilyen az élet, szóval látjátok, hogy legalább tényleg frissek vagyunk, és próbálunk nektek olyan témákat hozni, ami így aktuális, és abszolút a napi dolgokhoz kapcsolódik. És főleg, hogy fogunk beszélni tényleg egy olyan témáról, tényleg, ami meghatározta megint ez eddig is a másfél évünket, tényleg abszolút nálatok kifejezetten hangsúlyosan, és azért gyakorlatilag a napi életet meghatározó módon. Szóval olyan kérdésekkel készültem abszolút, ami reflektál a pandémiás helyzetre. És akkor bele is kezdenék, hogy abszolút hogy éltétek meg az elmúlt másfél év nehézségeit, mint gyakorlatilag tényleg az étel osztó és szállító fő ilyen kiszolgáló szervezet, ami tényleg így gyakorlatilag a frontvonalban volt végig megállás nélkül. Igen, nekünk az elmúlt másfél év ugye pont az ellenkezőjét hozta, mint sok más cégnek, akik leépítésekkel kellett, hogy szembesüljön az elmúlt másfél évben. Mi ezt pont az ellenkezőjét éltük meg, és nem csupán a vírus és annak hatása miatt kezdtünk el nagyon nagyot nőni, hanem a új üzletágakat is hoztunk be, illetve a már meglévő üzletágat elkezdtünk folyamatosan szélesíteni, és a már meglévő szolgáltatásainkat is folyamatosan bővítettük. Tehát, hogy ez is volt a tervben eredetileg, az más kérdés, hogy ugye másfél évvel ezelőtt berobbant az életünkbe a COVID, és teljesen felforgatta a hétköznapjainkat. Akkor meg kellett tanulnunk nekünk HR szinten is nagyon gyorsan, agilisan működni. A cég többi része egyébként már tulajdonképpen így működik régóta. Nekünk a HR-be ezt tavaly kellett ezt tulajdonképpen gyakorlatba is átültetnünk. Csak azért tényleg, hogy így mindenre gyorsan tudjunk reagálni, és új folyamatokat vezettünk be. A már meglévő folyamatainkat át kellett alakítanunk. Tehát nagyon változatos volt az az időszak, amikor berobbant a vírus, és utána már kezdtünk azért így hozzászokni. Tehát összességében az elmúlt másfél év az nagyon jó értelemben, de nagyon kihívásokkal teli időszak volt számunkra. Jó, ugye gyakorlatilag az előrejelzések azt mutatják, hogy tényleg jön a negyedik hullám, itt azért elég erőteljesen fenyeget minket a sarokba. Készültök rá valahogy előre? Igen, természetesen. Ugye mi már az előző három hullámból tanultunk, ezeket a gyakorlatokat most visszük magunkkal tovább, ahol kell, ott majd kibővítjük így a gyakorlatokat újabb szabályokkal, megnézzük azt, hogy mi az, ami jól működött korábban, mi az, amit máshogy kéne csinálnunk, és már most elkezdtünk készülni, folyamatosan nézzük egyébként így az eset számokat. Patai Zoltán, az ügyvezetőnk is heti szinten tart nekünk all-hand online meetinget, amin a legfontosabb téma ugye a COVID, és hogy hogyan alakul most így a helyzet. Tehát, hogy folyamatosan a kollégák is tájékoztatva vannak arról, hogy nem csak országos szinten, hogy hogyan áll a vírus, hanem hogy mi mivel fogunk készülni. Ugye említettem, hogy már elkezdtünk rá készülni, tehát ott például most még ugye a Netpincér Market, de hamarosan Foodpanda Market is a legnagyobb, tehát az üzletünk üzletekbe a kollégáknak folyamatokat fektettünk le, és ezeket majd nekik is be kell ugyanúgy tartaniuk, illetve ugye a futár partnereinkre is ugyanúgy különböző szabályok lesznek majd érvényesek, ahogy a kollégánkra is, és ezeket folyamatosan kommunikáljuk feléjük. Tehát, hogy mi már a korábbi
korábban jól bevett szabályokat fogjuk behozni, illetve tényleg az, hogyha van valami, amit már módosítani kell, azt már most elkezdjük, és így megnézzük, és így átalakítjuk. Jó, így akkor egy kicsit beszéljünk a jövőről is, hogyha már tényleg így a nagy átalakítás, meg a nagy névváltoztatás bekövetkeztett így a héten, hogy van-e valami különbség a HR politikátokban esetleg így a vírust is figyelembe véve, hogy vírus előtt, vírus után, meg így, hogy gyakorlatilag ugye átalakítjátok a céget is. Igen, én tavaly januárban csatlakoztam a céghez, és ugye 2,5 hónap után már beütött a vírus. Nekünk lényegében egy csomó folyamatot kellett akkor bevezetni, és ez egyébként most is tart. Tehát, hogy nem volt korábban bevezetve minden folyamat, minden HR-es folyamat, ezeket így vannak, amiket most alakítunk ki. Egyébként pedig azt látjuk, hogy alapvetően a munkakeresőknek a szokásai megváltoztak az elmúlt másfél évben. Tehát, hogy a HR-nek is egy sokkal proaktívabb politikát kell folytatnia annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő kollégákat, és nem csak a keresési módszereket, de magát a kiválasztási folyamatainkat is át kell, illetve át kellett alakítanunk. Alkalmazkodnunk kell alapvetően a megváltozott piaci körülményekhez, tehát, hogy ez nagyfokú rugalmasságot igényel tőlünk, és ugyanúgy egyébként rugalmasaknak kell lennünk, hogyha már a munkavállalóinkról beszélünk, ugyanis a munkavállalói igények mentén a munkafeltételeknek az átalakítása is így elkerülhetetlen. Több folyamatot szeretnénk automatizálni, illetve például az onboardingunkat szeretnénk jobban interaktívvá tenni, tehát hogy mi arra készülünk tényleg, hogy a vírus alapvetően teljes mértékben átalakítja a munkavállalóknak az életét, és nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell. Úgyhogy sokan lesznek majd valószínűleg azok, akik maradnak otthon, tehát távmunkában, sokan lesznek, akik majd hibrid munkavégzésben vagy otthonról, vagy pedig az irodából fognak dolgozni, nekünk erre is fel kell majd készülnünk. Rendben, és akkor tényleg így a végére, ugye gyakorlatilag ugye a nagy szeretető munkahelyek konferencián készül ugye novemberre, és így meg akarom kérdezni tényleg, hogy mit teszi szerethető munkahelyé, akkor most már nem a Netpincért, hanem a Foodpandát. Foodpandát, igen. Én úgy gondolom, hogy mi szívvel lélekkel csináljuk a munkánkat. Tehát, hogy nálunk a tulajdonosi szemléletmód egy nagyon fontos vállalati értékünk, és ez azt jelenti tényleg, hogy a céget és az egész missziót, a feladatainkat, mindent így a sajátunknak tekintünk. Mi folyamatosan innoválunk azért, hogy új szolgáltatásokat hozzunk be ügyfeleinknek, vásárlóinknak és futárpartnereinknek, és ezt mindenki tényleg beleadja a paritonyait, és nagyon szeretnek itt dolgozni a kollégák. A másik, amit még így szeretnék megemlíteni, az a csapatszellem. Tehát, hogy nálunk egy nagyon barátságos környezetben dolgozunk, tényleg mondhatjuk azt is, hogy családias a légkör, és fontos számunkra az emberközpontúság, melyet az egymáshoz való hozzáállásunk is ugyanúgy tükröz. Köszönöm. Jó, akkor ennyivel készültem volna a mai kérdésekkel. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és gyakorlatilag tényleg a nagy heteteken így akkor pont tök véletlenül elmondtál nekünk mindent ebben kapcsolatban. És sok sikert akkor tényleg az ezek után is, a névváltáshoz is, meg mindenhez is, és ha bármikor van valami, amit szeretnél elmesélni így a Dream Jobs közösségnek, abszolút szívesen várunk vissza, és ha nekünk is lesz valami kérdésünk, akkor mindenképpen fogunk keresni. Köszönöm, hogy itt voltál. A nézőknek meg köszönöm azt, hogy ismét velünk tartottak erre a kis szűk negyed órára, és kicsit kikapcsoltak a napi munkavégzésből. A következő videóban találkozunk, addig is sziasztok! Köszönöm, sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót! Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra! Ha néznél még egy videót, itt találod a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videónk. Kövess minket Facebookon, valamint Instagramon! Minden linket megtalálsz a leírásban!